Hiába nőtt az eladott jegyek száma 15%-kal tavaly a szekszeli helyjáratos buszközlekedésben, a városnak még így is 250 millió forintos különbözetet kell megfizetnie a volán felé az akkori szolgáltatásért, 2021-ig visszamenőleg pedig összesen 477 millió forintot követel az állami cég az önkormányzattól. A közgyűlés pénzügyi bizottságának tagjai pénteken arról döntöttek, egyelőre nem fogadják el a 2022-es üzleti tervről szóló beszámolót, amit a buszos cég nyújtott be, ugyanis a szerintük nem elég egyértelmű és részletes. Megbíztunk egy szakértőt a pénzügyi bizottság keretéből finanszírozva, hogy vizsgálja meg ezt a 2022 évi elszámolást, mert igaziból költségvetési sorokat látunk benne, és tényleges tételekkel nem vagyunk igazán előrébb, tehát nem látjuk őket, és erre egy könyvvizsgálót megbíztunk, egy könyvvizsgáló céget. A bizottság tagjai most azt is kezdeményezték, hogy szülessen olyan szerződés a volánbusz és a város között, ami sokkal kisebb ráfizetést tenne lehetővé a vármegyeszékhely részéről. Maximum 200 millió forint mínuszt tudunk bevállalni, ezért cserébe kérjük a szekszári lakcímkártyára rendelkező lakosoknak a 75%-os díjcsökkentését, tehát 75%-os díjcsökkentés szekszári lakcímkártyára rendelkező lakosoknak, és ehhez készítse el a volán a menetrendet, ami egy sajnos járat csökkentésekkel fog történni, de ez még nem történt meg, úgyhogy ezt várjuk. A bizottság tagjai két futópályázattal kapcsolatban is határoztak. Ennek értelmében plusz forrást biztosítanak a Vörösmarty utcai felújított orvosi rendelő projekthez. Ott ugyanis a szakemberek találtak egy fából készült födémet, ami nem szerepelt a tervrajzokon, azt pedig fémre kellett cserélni. De határozat született arról is, hogy mintegy 88 000 forinttal kipótolják a Babits Mihály Kulturális Központ eszközbeszerzését.